Kedves nézőink, ez a szóban forgó Szarvasváros önkormányzatának közéleti magazin műsora, és itt fogok egy bérletet, van a nyakamban, mert hogy ez egy fontos kellék, ez a Cervinus Fesztivál bérlete. Önöknek nem muszáj bérletet venni, elég, hogyha egy-egy előadást megnéznek, mert hogy kivételes alkalom van. Most lehetőség adódik mindenkinek arra, hogy kisétáljon a Cervinus Teátrum műsorára, a Vízi Színházhoz, és hogy kisegít nekem eligazodni, hogy milyen műsorokat láthatnak még önök, mert rengeteg még a program, egészen 26-áig, természetesen a főrendező Varga Viktor, akit köszöntök szeretettel. Szervusz Viktor! Szép napot kívánok mindenkinek! Csapjunk be a lovak közé, mert van, amit te rendeztél, van, amit véletlenül nem te, de attól még el tudod mondani a kedves nézőknek, hogy mire válthatnak jegyet, mit nézzenek meg. Mert... Csupa boldogságra. Na tessék, csupa jó élményre. Igen, nagyon szép előadásokkal készültünk, ugye mindig az a lényege ennek a Cervinus Művészeti Fesztiválnak, hogy két héten át a Szarvasi Színház megmutathassa ne csak a helyieknek, hanem az országból ide érkező embereknek is az előadásait, és nagyon erős, nagyon izgalmas évadok vannak hátunk mögött. Ennek köszönhetően tegnap például a Betyárok előadással nagyon megérintettük a közönséget, és minden nézőnek, aki ott volt, köszönöm, hogy 33 fokban éjszaka kibírták, és igen, kibírták velünk, de nagyon nagy élmény volt, és tényleg jó volt. Hát ugye 18-án pedig jön az Édes Anna, az Dósa Zsuzsa rendezte, a Színház művészeti igazgatója, egy egészen másik világba, egy egészen másik érzelmi világba kanalúzol el bennünket Édes Anna története, kiváló színészi alakításokkal. És az egy nagyon büszkeség a számomra, hogy az a kis Viktória színésznő, aki itt Édes Annában az én Annát játsza, ő még a Valahol Európában rendezésemben balerinaként kezdte. És azóta felnőtt, gyönyörű színésznő lett belőle, de szerintem csak ő öregedett. Legalábbis én ezzel nyugtatom magamat, és nagyszerű alakításokat nyújtanak benne. Vanya Timi, mint feleségként, Boronyák Gergő, mint férként, de akár Szemán Bélát, vagy akár Szoták Andrát említeném a darabból. Igazán izgalmas, az egy kamara darab, úgy készült, és kifejezetten egy társadalmi helyzetet, szituációt, hogy a társadalom mennyire tudja agyonnyomni egy másik ember életét, vagy mennyire tudja kifordítani a saját világából, ezt mutatja be a darab, és igazán megérint mindenkit is. Tehát engem nagyon, én nagyon szerettem azt a bemutatót. De utána itt lesz a Kurta Ing, amit ugye Csasztvan András rendező koreográfusként jegyez, és Dósa Zsuzsa dramaturgként. Ebben pedig az a büszkeségünk, hogy szarvasi táncosok, akik szintén itt nőttek fel a szemünk láttára, vagy a szemem láttára az elmúlt 19 év alatt, hoznak létre egy új táncos előadást, és Vári Berci, aki annak idején a Hola Anyónak a koreográfiát csinálta, a Vári Dance-nek a vezetője, művészeti vezetője, ő is részese a produkciónak, és játszik is benne, táncol is benne a produkcióban. Úgyhogy ezt a mesedarabot az egész családnak tudom ajánlani, és utána jön az én tavalyi konokságom, igen. Én ugye, nagyon jól tudják a nézők, ahogy a Szigorúan Tilosnál is, tehát én mindig megpróbálok egy kicsit társadalomkritikus szemszögből is nézni dolgokat, és egy kicsit sarkára állítottam a társadalmat és a politikusi világot. Egy nagyon jó vígjátékban, egy 90 évvel ezelőtt, majd 100 évvel ezelőtt Stodola írta a szenátor úrnál vígjátékot, és hatalmas sikere volt Európa szerte, és az első ősbemutatója, magyar nyelvű újrafordítása az Itt Szarvason történt meg. Még 80-as években Vékés Csabán volt belőle egy előadássorozat, de a jogörökösök kérték, hogy legyen egy új fordítás belőle, én meg rettenetesen imádom. Mert hogy ez a te rendezésed. Igen. Avasd be bennünket egy kis kulisszatitokba, hogy egyáltalán
hogy fogtál neki, aztán hol változtattál, hogy csiszoltál, és mikor mondtad azt, hogy na, most jó. Igen, ez egy nagyon, nagyon hosszú munka, és jó értelembe vett jó munka volt, mert én az egyetemen találkoztam Stodolának ezzel a darabjával, én már akkor beleszerettem, de megpróbáltam elolvasni a magyar fordítást, de valahogy nem ugyanaz volt, mint az eredeti. És már akkor 10 évvel ezelőtt szöget ütött a fejem, hogy egyszer ezt le kéne fordítani magyarra. De miután ez a darab vagy be van tiltva, vagy éppen betiltják, vagy bemutathatod, de sose játsszuk többet. Aha. Tehát ez mindig az a kategória, mert nagyon szépen kritizálja azt, hogy miként működik a mi általunk vélt vagy valós demokráciák sokasága. És ugye, amikor Pozsonyban bemutatták ezt a darabot, másnap betiltotta az egyik rendszer. Aztán jött egy másik rendszer, bemutatták a Nemzeti Színházba a darabot, és betiltotta a másik rendszer. És aztán jött egy harmadik rendszer, és akkor is bemutatásra került, az is betiltotta. Te most, hogy ezt elmondtad, szerinted ez az előadás 20-án lemegy? Igen, szeretik a nézők, uh-huh. és szeretik a politikusok is, és ennek örülök. Tehát, hogy... De akkor valami baj van, ha ez lemehet. Nincs baj. Nincs baj. Azért nincs baj, mert merünk és tudunk önmagunkkal nevetni. Tehát, hogy nem mindig a rendszerekkel van baj, hanem magunkkal, emberekkel, hogy mi hogyan viselkedünk abban a rendszerben. És amikor egy asszony akarja azt, hogy a férje legyen a szenátor, amikor a családban a gyerekek mindent, még egy terrorizmus is megpróbálnak elkövetni, hogy papából ne legyen szenátor, ahogy a hatalom működik, ahogy a bankigazgatók megpróbálják lefizetni az éppen képviselőjelöltet, ez mind-mind... Nem létezik. Nincs ilyen, nincs. Ez mind-mind olyan szituáció, ami kortól... bármelyik rendszertől függetlenül a mi emberi gyarlóságunkat mutatja meg. És ezen, ha mi tudunk röhögni, akkor jó. Akkor már gyógyul. Igen. Ha megsértődünk rajta, akkor valami baj. Gyanús. Igen, valami baj. Akkor van. Ez meg. Igen, én ezt mindig szeretem. Most például Dunaszerdán, ugye a Pozsonyi Nemzeti Színházban szintén újra bemutatták, és velünk egyszerre. De én ezt imádtam, hogy a volt osztálytársam Pozsonyban rendezte, én meg itthon, magyarul, és nagyon kíváncsi voltam az ő előadásokra. És mindenki másként nyúl hozzá. Tehát itt például nagyon jó a szereposztály, Sztárek Andrea, Szemán Béla viszik a hátukon az egész darabot. Nagyon kedvelem. Hihetetlenül jó színészek, de például Nátházi Péternek is egy egészen másik arcát láthatja a közönség, a komikus vénáját, tehát nagyon szeretem, szeretném, ha önök is szeretnék. Akár Szemán, akár Sztárek, nem itt élnek Szarvason, hogy tudtátok összehozni ezt az előadást? Amikor mi Szarvason elkezdünk próbálni egy darabot, mindenki ide költözik. Aha, de ez is fontos. Igen, én meg ugye 12 éve költöztem ide Szarvasra, én meg már amikor máshogy dolgozom, költözöm el egy kicsit, de én nagyon szeretem ezt a várost. És akkor Andrával is lehet akár találkozni a városban. Igen, igen. Meg lehet tőle... Igen. Aláírást sőt, kérni? Sőt, este össze is lehet vele ülni, egy kicsit is szokott. Megmondanád neki, hogy szeretettel üdvözlöm? Mindenképpen. Sajnos engem elszólít a kötelesség igen, az a mindenképpen. Napon. Úgyhogy, de majd esetleg találkozom vele egy kávéra. Igen, meg az a különlegessége talán Szarvasnak, hogy mi ugye nem bújdosunk a nézőink elől, és nagyon jól esik az, hogy egy-egy előadás után esténként leülhetünk a nézőkkel, elbeszélgetünk, hogy látták, tetszett, nem tetszett, ha valami tetszett, miért, ha valami nem tetszett, az is miért. Én például rettenetesen szeretem azt, hogyha egyenesen elmondják a nézők a véleményüket, még akkor is, hogyha úgy érzik, hogy kínos, mert mondjuk neki valami nem tetszett. És igen, volt, és én ezt nagyon szeretem, mert az engem épít, abból én tudok tanulni. Hát ezt akartam kérdezni, hogy megvédted, vagy pedig változtattál? Nem feltétlenül védem meg.
Tehát mert mindenki szól, tehát a színház az egy szubjektív műfaj. Én nagyon szeretem, mert ahány néző ül ott, ő mindenki más előadást lát, hiszen mindenki a saját élményeihez és tapasztalásaihoz köti a látottakat. És akkor szoktam azt mondani, hogy egy előadás sikeres, vagy szerethető, ha a többségnek jó a visszakapcsolása, a többség együtt él az előadással. Én saját magam is, hogyha újra nézek, akár videón, vagy akár évek múltán újra nézek egy-egy rendezésemet, tig észreveszem benne a hibát. Amit abban az időszakban nem érzékeltem hibának. Tehát, hogy például a Hollanyónál látszik talán a legjobban, hiszen a Hollanyó meg a Csodaszarvas a legrégebb óta és a legtöbbet játszott mind a két előadás, 100-100 fölött van reprízszámba, hogy látom a 10 évvel ezelőtti bemutató előadást videón, és az annak a 5 évnek, vagy annak a pár ciklusnak nagyon jól megfelelt, és akkor van a következő szereposztással egy következő évad, már változott. Ahogy változik a társadalom, szerintem úgy kéne az előadásoknak rá reagálniuk. Tehát én nekem maga volt a csoda például annak idején Hoffi Géza, akit nagyon szerettem, és hál' Istennek volt szerencsém Tatabányán nagyon sokszor vele találkozni is, hiszen szeretett lejárni a Jászai Mari Színházba, és előadásokat tartott, meg sokat ült a büfébe. Úgy láttam az Ofélia előadását, úgyhogy 8 év, különböző két évente egy-egy újabbat, és mindig változott. Ugyanaz maradt a szerkezete, azt ugye Korcsmáros György rendezte, itt is egyébként Szarvason is rendezett, az Ibolyát rendezte nálunk, és nekem igazgatóm volt Győrbe. Ő rendezte, tehát a szerkezet maradt, de minden egyes évben módosítottak az előadáson, és igazították a korhoz. Lehet, hogy ezt te is követed, és akkor hiába, hogy mondjuk már látta a kedves néző mondjuk tavaly előtt, most csak mondok valamit, és akkor nyugodtan megnézheti most is, mert megint egy másfajta aspektust. Abszolút így van. Nagyon élveztem, tegnap kaptam egy kritikát, és nagyon jól esett, bár kritika volt rám nézve, azt mondta az egyik néző, aki látta tavaly a Betyárokat a Vízi Színházba velem, mint Hercet, ugye én beugrottam a Boronyák Gergő helyett, mert szegény akkor kórházba került, és nagyon beteg volt, és kénytelen voltam rendezőként átvenni az ő szerepét és beugrani, és azt mondta nekem a néző, hogy mondhatok egy kritikát Viktoron, ilyen, nekem a Gergővel jobban tetszik. Hát ízlése. És mondtam neki, hogy ennek azért örülök, mert ezt a szerepet, nem, azt a szerepet a Gergőnek írtuk. És mondom, ezek szerint nekem van igazam rendezőként, hogy igen, ez a Gergőnek a szerepe, a Herc szerepe, a titkos rendőré, és, de én is élveztem benne játszani, de egészen más. És nagyon szeretem, bármikor szerepcsere van. Most például lesz, mert augusztus 20-án a Csoda Szarvas, a Füzes Gyarmaton fogunk játszani. Az lesz a kiemelt előadása a augusztus 20-ának. És ott most Szemerédi Bernadett színésznőnk, akit nem kell bemutatni a szarvasi közönségnek, örömhírt is mondhatok, babát vár, és ebből kifolyólag, hogy vigyázzunk őrá is és a babára, így most Enyingi Zsófia fogja átvenni az ő szerepét a Csodaszarvasba. Úgyhogy ott is most már azon jár az agyam, hogy fogom egy kicsit Zsófira hangolni azt a szerepet és azt az előadást. Én a Csodaszarvasotokat még Gödöllőn láttam. Igen. Nem most volt, pár nem. Úgyhogy megint megnézhetném, hogyha itt is lenne, de mostanában nem lesz, mert mással folytatódik a mai és a mostani program. Igen, most viszont nekem is puskáznom kell, hogy hol tartunk menetrendbe, ugye Tehánál tartottunk, hát utána jön az Akácember. Ugye a Tesedik musical, ez ugye két részletben történt már meg, volt egyszer egy Tesedik musical, és azt most újra dolgozták Posgai Zsolt, Dósa Zsuzsa és Gulyás Levente, és újraírták, újra felfrissítették ezt a dolgot, új szereposztással, új szereplők kerültek bele ebbe az előadásba.
és egy nagyon izgalmas, hát Szarvasiaknak nagyon fontos történet, hiszen Tesedik életéről van szó, mégiscsak ő hozta létre a mezőgazdasági iskolát itt a városba, és az ő küzdelme. Mert például nagyon érdekes, hogyha azt vesszük, hogy ez se csak úgy az ülébe huppant-suppant Tesediknek, hogy Szarvason ilyen erős mezőgazdaságot, ilyen erős polgárosodást tudott kialakítani, meg kellett érte küzdeni. A selyemhernyó tenyésztéssel kezdődött, a vitájával kezdődött, az egyházzal, az uralkodókkal, nem akartak se iskolára adni pénzt, se semmire nem akartak, és ő csak akkor is ment, és csinálta, és megtette a dolgát, és ebből van egy nagyon izgalmas darab, úgyhogy akár ismerik Tesedik történetét, akár nem, most női rendezésben, női szemmel lehet látni ezt a történetet, és nagyon izgalmas szerintem. És nagyon jó zene. Uh-huh. És Szarvasiaknak szinte kötelező előadás Tesedik miatt. Igen, igen. És utána jön a Sors bolondjai. Hát az az előadást én kamarában is láttam, Vízi Színházban, nagy színpadon is láttam, szintén Dósor Zsuzsa rendezte, iszonyatosan izgalmas színészi alakításokkal, akik a celebeket szeretik, vagy a Tíme is benne van, és nagyon jó játszik benne a Timi, úgyhogy ilyen húzó névként, bár Gergő játékát is, vagy Szorocsek Anitának a játékát is, hogyha említeném, vagy Timkó Jánosét, mindenképpen nézzék meg, iszonyatosan szép történet, szintén az érzelmeket érinti meg, szintén az érzelmek húrán játszik, és a humorral operál ez az előadás. Közben én megkeresem a Cervinus Teatrum Szarvas, de a konkrétan a fesztivál programot, hogy hol tudjuk ajánlani majd a kedves nézőknek, mindjárt kikutatom. Cervinusfest.hu. Aha, nagyon jó, akkor én már is ezt írom be tovább a kis okostelefonba. Igen. Valamint a Facebookon is Cervinus Művészeti Fesztiválként mindig aktuális hírekkel vagyunk ott jelen, illetve a www.cervinusteatrum.hu oldalon is megtalálják a programjainkat, az Instagramon is ott vagyunk, tehát az online világban úton útfél emberét lehet boszlani. Nekem már itt is van, és éppen ezért itt most puskázok. Így van. Tehát így nem van. Csak te látod, hogy mi történik, ugye az Akácember után a Sors bolondjai, és aztán jön Merizs György 100. Igen. Ezt nem tudom, hogy mennyien tudják, tehát akik nagyon színházi fanatikusok, vagy zenész színház rajongók, mindannyian ismerték, tudják Melis Györgyöt. Mi most szeretnénk, hogy a fiatal generáció is egy kicsit megismerkedjen vele. Egy nagyon híres, országszerte, sőt világszerte híres operaénekes volt, és Szarvasról származott, ezért érdemes eljönni, és egy kicsit megismerni az ő életét, azokat a dalokat, amiket énekelt az operában, vagy az operetben. Szeretni fogják. Nagyon izgalmas előadás lesz. Aki nem ismerte azért, aki megismerte életkorából fakadóan, annak meg azért lesz ez izgalmas, ugye? Tehát így van. Utána viszont szintén egy jubileumi műsor következik, a Tesedik Tánc Együttesé. Tesedik 55. Így van, a néptáncosok él a világ. Ezen a napon a néptánc ünnepeljük, illetve a Tesedik Tánc Együttes 55. Születésnapját ünnepeljük, és régi táncosok, fiatal táncosok teljesen elfoglalják a körös színpadát, a Vízi Színház színpadát, ez mindig nagyon jó buli. Én mindig megdöbbenek azon, hogy micsoda tehetség van néptánc területén itt Szarvason, és erre büszkének kell lenni, és ezt meg is kell tudnunk mutatni. És akkor jön a következő nap, ez már ugye a záró előadás, bár azután még lesz egy, mert hogy az, ami utána lesz, az egy esőnap is egyben, mert hogy a Holdfény és Csillagok lesz majd 25-én. Igen, ez egy újítás, ugye akik ismerik a Cervinus Művészeti Fesztivált, mindig tudják, hogy egy gálával nyitunk, a gálát általában én szoktam rendezni, most nem. Most én vagyok a felelőse a teljes látványvilágért, meg az ilyen kis csodákért ebben a gálában, és a színház vezetősége úgy döntött, hogy most tegyük a gálát a fesztivál végére, és a közönségünk végig szavazhat.
minden előadás után, hogyha fölmennek a cervinusfest.hu oldalra, ott van egy olyan szavazok a kedvenc színészemre, és azonnal fülön kiválaszthatják, hogy az adott este az adott előadásban kitetszett a nézőknek a legjobban, és majd amikor vége a fesztiválnak, illetve hát a gála előtt összegyűjtjük ezeket a szavazatokat, és kihirdetjük a nyerteseket. Ami izgalmas lesz, hogy éppen ki milyen kategóriában, ugye? Igen. És aztán beszélj még légy szíves a 26. műsorról is. 26-án mi van nekünk? A női érvek. Hát erről nem nagyon sokat tudok beszélni. Bocsánat, tehát akkor női érvek. A női érvekről hát talán két érvem van, hogy ezt megnézzék a kedves nézők, Tatár Bianca és Karab Diana. Karab Diana még sose játszott itt nálunk, viszont én az ő színészetét nagyon szeretem, egy filmben forgattunk együtt, és Tatár Bianca meg ugye gyakorlatilag a Hol a anyó csodaszarvas óta szinte minden évben vendégként itt van nálunk, mert mondhatnánk azt, hogy szarvasi színésznő. Két érvünk van, ez a két hölgy. Hm. És mindez tehát 26-án, de kivételesen 7:30-kor, és ez az előadás térítésmentes. Így van. Ez azért van, mert eső nap van, tehát hogyha a gálán véletlenül az időjárás nem áll mellénk, akkor mindenképpen meg tudjuk tartani másnap. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok az Alma Zenekar koncerten lévő, ott levő közönségre, gyerekekre és szülőkre egyaránt, mert egy-két csepp eső nem riasztotta el őket attól, hogy nagyon jól szórakozzanak az este, és hatalmas bulit csaptak a gyerekek az Alma koncerten, és a szülők is. Aggódtam is miattuk, hogy mennyire izgatja őket föl az időjárás jellege. Én ehhez csak azt tudom hozzáfűzni, hogy mielőtt bárkinek gondja lenne, egyébként amikor mi dr. Gőgedit neurológus pszichiáterrel a Lélek a víz fölött előadást tartottuk július 10-én, akkor éppen a kezdetekkor volt 3 csepp eső, és szerencsére elhitték nekem a nézők, hogy nem lesz több, mert hogy nyomon követtem az előadás során azt, hogy ez így is alakuljon, és hát az eumet.hu per radarok oldalt azért ajánlom, mert ott van 3, illetve 1-2-3 nyíl, és ezzel az elmúlt 2 óra csapadék intenzitását és mienségét, haladását lehet nyomon követni, és akkor ott az ember rögtön szembesül vele, hogy jaj, hát ez nem is idejön, vagy ez csak egy ilyen kis gyenge záporocska. Tehát nem kell mindenáról megijedni, és igen, ezt nektek is tudom. Igen, nem szoktunk, mi folyamatosan gyűjtjük az információkat, meg őszintén szólva én szeretném azt megérni, ami mondjuk Ausztriában van, hogy Ausztria ugye sokkal esősebb egy ország, mint mi vagyunk, és ott az emberek fogják a kis esőkabátykájukat, és iszonyatosan nagykor, én is ültem már Ausztriába, Bécsbe egy olyan koncerten esőkabátba, hogy iszonyatosan jó volt, egy nagy klasszikus, nem ijeszti meg a nézőket, és most azt látjuk, már tavaly is volt erre példa, hogy előadás közben elkezdett szemerkélni az eső, de mint tudtuk, hogy nem lesz ennél több, így a nézők a helyükön maradtak, és az előadás zavartalanul le tudott menni. Most a gyerekkoncerten volt pár csepp eső, nem riasztott el a nézőket. Szerintem egy nyáron még felfrissülést is tudok hozni. Igen. Abszolút. Ne villámoljon, és akkor semmi igen, baj nincsen, így ez van, a lényeg. Így van. Meg egyébként az esőkabát az egy jó dolog. Vannak ma már nagyon kreatív gyártók, ilyen pici kis gömbben lehet egy esőkabátot kurcolni, ami egyébként amúgy kulcstartó, tehát ilyeneket ajánlok figyelmükbe, és aztán ne hagyják magukat eltántorítani a színházi előadástól, mert Cervinus Fest most van. Így van, és reméljük még jövőre is lesz. Hát értem, hogy sajnos 26-ával véget ér, és akkor onnantól kezdve igen, reméljük. Még egy dolgot azért szeretnék elmondani a nézőknek, ez most jutott így az eszembe, amit én fontosnak tartok. Ugye Munkácsi most van Szarvason, és Tervinus Fesztivál is most van Szarvason. Viszont, hogyha jegyet váltanak az előadásainkra, akkor kedvezményesen tudják megtekinteni a Munkácsi kiállítást, ami
elképesztően izgalmas kiállítás. Én tárlat vezettem egyet, egészen más szemszögből a szarvasi színházi élet korszakát próbáltam párhuzamba állítani Munkácsival, és vannak közös pontjai ennek a dolognak, de a képek, amik itt vannak, azok olyan képek, amit nem mindenhol lehet látni. Úgyhogy ajánlom még azoknak is a figyelmébe, akik nem feltétlenül értenek, vagy szeretik a festészetet. És akkor, ha már egyszer az asszony elhozta önöket színházba, akkor önök vigyék el őket a múzeumba. Ez pont így van egyébként, amikor mi most erről beszélgetünk, akkor éppen az első szakasz végét éljük, és most van az átrendezés, és ezek után 22-én délelőtt megnyílik a második szakasz, amikor is kicserélődik 20 kép, jön helyette 21 másik, és így most már egy új tárlatot nézhetnek meg a nézők, és hogyha újat vezetsz, akkor te is meglátod, hogy milyen klassz mindez ez a kép sorozat, én is nagyon kíváncsian várom, és a kedves nézőknek elmondhatom, hogy bizony beszédes emberként összefutok itt jövő menő emberekkel, akik úgy érkeznek a városba, hogy ők is megszólítanak, megkérdezik, hogy jól látom? Mondtam, jól látja, igen. És aztán megkérdezem, hogy hova érkeztek, és mondták, hogy ők vettek előzetesen jegyet a Vízi Színházba, és emiatt jöttek. És mondtam, és a Munkácsi kérdezi, miért az most itt van? Tehát biztatom a kedves nézőket, hogy mindenki mindenkinek adja át az információt, mert hogyha vesz jegyet a Vízi Színházra, akkor kedvezményesen tud bejutni, és ez tényleg izgalmas kiállítás. És ugye a Faust képet leszámítva, még van egy nagyon izgalmas vázlat a Munkácsinak itt, a Bohém, amin mindig jól szoktam szórakozni, hogy a bohémekről az embereknek, hogyha ezt a szót mondjuk, akkor mindig a vidámság, a boldogság jut az eszébe, és Munkácsi nagyon pontosan látta a megtört, beesett arcú, ám bár nagyon elegáns úriembernek öltözött embert már 100 évvel ezelőtt is, és mindig meg szoktam kérdezni a nézőket, hogy és önök szerint ez az eredeti képen, ez a bohém, ez hol áll? És szokták mondani, hogy színház előtt, vagy koncert előtt, és mindig mondom, hogy nem, ez a zálogház előtt áll. És azt is szokta hozzátenni, és nem változott semmi. Úgyhogy ha a humorra közelítjük meg a világot és Munkácsit, a rengeteg, iszonyatosan izgalmas, társadalomkritikus, jó humorral bírt Munkácsi és a kiállítása, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Valamint remélem a második körbe is itt marad a Jézus a ravatalon című képe, amit képzeljék el, hogy egy óra, illetve egy nap alatt festett meg Munkácsi, ami elképesztő teljesítmény szerintem. Több ilyen is van, úgyhogy várjuk a következő tárlatvezetésedet, és a kedves nézőink Varga Viktortól hallották, hogy miért érdemes egyet venni a Cervinus Festre, és közben pedig megkérdezlek, Viktor, hogy mit szólsz hozzá, hogyha a Cervinus Teátrum táborait is szóba hozom, mert hogy én most kaptam egy friss anyagot, és ebben kiderült, hogy most akinek otthon van a kicsi csemetéje, és nincs elég programja, ugye a színház az esti program, a táborok viszont reggeli programok, illetve délelőttiek, mert mindegyik tábor reggel 8-tól délután 1-ig tart nyitva, és így most 4 olyan tábort szeretnék említeni, ahova még van hely. Így például első helyen említem a most zajló, és július 21-éig tartó tábort, a kreatív tábort, amely 6 és 11 éveseknek szól, és még lehet jelentkezni, annak ellenére, hogy már elindult a hétfői napon. Utána pedig van 2 olyan tábor a Cervinus Teátrum táborai között, amelyek majd július 31-én, tehát július utolsó napján kezdődnek, és augusztus 4-éig tartanak, mindegyik 8-tól délután 1-ig, és az első ilyen, a 6 és 12 éveseknek szóló Süni Bábos tábor, és a Süni Bábos tábor egyébként a koordinátor által, Gyekicki Istvánné Piroska által felügyelt és irányított, úgyhogy a Süni Bábos tábort is ajánlok önöknek szívesen. Valamint szintén július utolsó napjától augusztus 4-éig lehet a gyerekeket, az 5 és 7 év közöttieket a hercegnőképző táborba beiratni. Abba én is szeretnék beiratkozni. Egyébként nem tudom elképzelni. Nagyon jó. Rácz Árpi kollégám és barátunk elmondta, hogy nagyon cukik.
Nagyon elképesztő, és tele van hercegnővel a színház, a Terminus Teátrum. Én mondtam is, amikor először hozták fel ezt a témát, hogy én is be akarok iratkozni, és csomó kollégához mondta, hogy mi szeretnénk egy kicsit hercegek és hercegnők lenni ott. Ez neked nem probléma eljátszani, csak nem, hát egyszer kicsit kilógsz a sorból. Igen, megzabálni való, hogy megtanulnak viselkedni, öltözködni, sminkelni, festeni, nőcinek lenni. Hát zabálni valóak a csajok. Az 5 és 7 évesek iratkozhatnak be, illetve a szüleik, a koordinátori Dubovec Edina, és akkor végül augusztus 7-én indul egy tábor, és eltart 11-éig, ez pedig egy néptánctábor. És ez már a második néptánctábor, mert az első az már rendben van, mert hiszen ezek a táborok folyamatosan zajlanak, mi csak azokról beszélünk, ahová még van lehetőség beiratni a csemetéket. És mit gondolsz, Viktor, hogy a néptánctáborban hány éveseket várnak? Nem tudom. 6-tól 14. Hát az a baj, hogy én már két lépését ülen levegőt se kapnék. De azért szerintem érdemes lenne megnézni, és akkor viszont nagyon fontos, hogy hol a helyszín, illetve hol érdeklődhetnek a kedves nézőink, mert hiszen én most itt elmondtam, de utána lehet járni, mert vagy bemennek a Cervinus Teátrumba, a Kossuth tér 3-ban, persze itt Szarvason, vagy pedig hívják a 0666-os körzeten, tehát itt helyben a 311-464-es telefonszámot, tehát 311-464, és akkor ott érdeklődhetnek minden ilyen táborról, melyik indul, hol van még lehetőség, hercegnőtábor, bábostábor, néptánctábor, vagy még melyik az, amelyik fogadja a kicsiket. Tudom nagyon jól, hogy a szülőknek azért van, amikor ilyenkor gond a gyerekeket elhelyezni, hát 8-tól egyig. Nem csak ez a lényeg, hogy a gyerekek felügyelet alatt legyenek, hanem tanulnak és kreatívok lesznek. Nagyon jó kezekben vannak, hiszen jók a kollégáink, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Viktor, annyi programot ajánlottunk, hogy már más nem marad, mint hogy a kedves nézőknek további jó televíziózást kívánunk, és frissülést is, és szeretnénk, hogyha legalább éjszaka lenne frissebb az idő. Hát erre egyébként egy-egy zivatar esetén van. Nagyon szépen köszönöm a kedves nézők figyelmét, és neked pedig azt kívánom, Viktor, hogy ne az előadás idején jöjjön a dáztató, jó? Jó, köszönöm, és kövessék a Szarvast. Mi meg erre kérjük Önöket. Minden jót kívánunk, és viszontlátásra, látogassák a Cervinus Fesztivál darabjait, és menjenek el a Vízi Színházba, és hívják el a barátaikat is. Minden jót, viszontlátásra, Viktor, neked köszönöm. Én köszönöm.